Sziasztok, Mala vagyok. Nemrégiben Angliában jártam, azon belül is Brightonban, és ez a videó arról fog szólni, hogy milyen volt ez az utazás. Történet nagyjából arról szól, hogy egy barátom kint él Angliában most már elég régóta, konkrétan ugye Brightonban, és lehetőségem volt kiutazni hozzá. Most számba vettük, nyilván jó magyar ember szokás szerint, hogy lehet a legolcsóbban kijutni Angliába. Akárhogy is nézzük a dolgokat, ez még mindig a repülő, még akkor is, hogyha Orbánék rányomtak egy kis különadót a repülőjegyekre, amit szépen bele is raktak ugye az árba, sőt, ki is emelik, hogy a világ bármely másik pontjáról mennyivel olcsóbban lehet utazni, mint mondjuk Budapestről. Itt tudnák adni esetleg egy jó tanácsot, hogy ha tudjátok, akkor kezeljétek rugalmasan az indulásnak az időpontját, ugyanis iszonyatosan nagyon durván szórnak az árak. Értem ez alatt, hogy az egyik utazás akár 300 ezer forintnál is többe kerül, oda-vissza retúrjegy. A másik, hogyha nem fix napokon akarsz menni, hanem alkalmazkodsz ahhoz, hogy hol vannak olcsó ajánlatok, ugyanezt az utat meg tudod úszni akár 60-70-80 ezer forintból is, szintén retur oda-vissza. Szóval nagyon nem mindegy, hogy választod meg az időpontot az utazásra. Na, a mocskos anyagiakat letudva, akkor nézzük, hogy volt ez az egész történet. Hát indultunk ugye Budapestről irány a reptér. Aki nem szokott reptéren járni, gyakorlatilag, hát nem egy túl nagy vasziz, de azt kérik az embert, hogy 2 órával érjél ki hamarabb. Gyakorlatilag, amikor én mentem, hát nem tudom, 10 perc alatt biztos úristen, hogy megvolt a teljes csekkolás, meg minden szépen a kis applikációban, a telefonon ott van a beszálló kártyád, ez gyakorlatilag lecsippantasz egy QR kódot, megnézik, hogy a táskádban van-e, nem tudom én, kés, gumibolt, gépfegyver, robbanóeszköz, bármi. Hogyha mondjuk nem, akkor beengedtek, és utána ott malmozol 2 órát, amíg indul a gép. A repülőgép egy Boeing 737-800-as kis repcsi volt. Gyakorlatilag hát az üléseket leszámítva teljesen tök jó volt. Az biztos, hogy nem egy 140 kilós malára találták ki az üléseket, tehát gyakorlatilag ketten úgy tapostak bele, hogy valahogy bele tudjak ülni. Most nyilván, aki nem az én méreteimmel rendelkezik, az valószínűleg kényelmesebben tud utazni. Hát az biztos, hogy én rommá törtem, meg elgémberedtem, mire odaértünk. Hál' Istennek maga az út az egy, hát 2,5 óra volt körülbelül. Gyakorlatilag viszonylag pontosan indult és pontosan érkezett maga a kis gép. Hát mást a repülésről nem nagyon tudok elmondani, esetleg annyit, hogy aki fosik tőle, vagy mondjuk nem szívesen vállalja be, annak annyit tudok mondani, hogy ha jól tudom, akkor még nem zuhant le Budapest, London viszonylatban egyetlen egy gép sem, tehát hogyha te leszel az első, akkor legalábbis híres leszel posthumusz. No, így érkeztünk meg valahogy Londonba. Itt még esetleg még egy jó tanács, aki utazik Angliába bárhova Londonon kívül, hogy nagyon nem mindegy, hogy melyik repteret választod. Én ezt meglehetősen beszoptam, mert fogalmam nem volt róla, hogy ekkora különbség van a között, hogy melyik londoni reptérre szállsz le. Abból fakadóan, hogy ez az utazást tekintve, miután leszálltatok a repülővel, kb. Még egyszer a repülőutat meg tudja nyújtani, ugyanis baromi nagy idő átbumlizni Londonon. Tehát mondjuk 2,5 óra volt a repülő, és 2,5 óra alatt értünk át Londonon. Tehát, hogy így körülbelül pont ugyanannyi ideig tartott, mint maga az egész repülőút. Tehát, aki pro akar lenni, és nem akar szopni sokat a közlekedéssel, nézzen utána, hogy melyik reptér van hozzá közelebb. Szóval megérkeztünk Londonba a reptérre, a barátom már várt rám, bevállalta azt, hogy kibumlizik előttem, úgyhogy nem hagyott elveszni egy ilyen 17 milliós kis falucskában. És mielőtt tovább mentünk volna Brighton felé, gondoltuk, hogy akkor gyorsan szétnézünk egy kicsit Londonba, hogy azért lásson valami világot a Mala. Na most az első dolog, amit én így valamennyire vártam, az ugye az, hogy Londonba, illetve nem Londonba, Angliába,
Fordítva van ugye a közlekedés, és gondoltam, hogy ma milyen fura lesz, hogy minden a túloldalt történik. Na most igazából a fura az volt, hogy nem volt fura, tehát így én legalábbis egy ilyen 0,7 szek alatt megszoktam ezt az egészet, a fő se tűnt gyakorlatilag a első perctől kezdve. A másik rögtön szembeötlő különbség pedig az, hogy ami a videón is látszik, hogy egy ilyen 17 milliós városban sokkal kevesebb autó van, mint mondjuk Budapesten, nem állnak brutális kocsisorok, nincs akkora kipufogó bűz, stb. És azok a részek, ahol mondjuk van a Temze, mint mondjuk Budapesten a rakpart, az gyakorlatilag ugye az embereknek vannak átadva, kis kiülők, büfék, mindenféle mászkálós helyek, parkok, stb., nem pedig kígyózó kocsisorok. Úgyhogy, hát engem legalábbis mellbevágott a különbség, hogy mennyivel jobban tetszik az a rész, mint mondjuk itt a budapesti rakpart. Az első benyomásokhoz hozzátartozik az is, hogy nekem sokkal kedvesebbnek tűntek az ottani emberek. Értem ez alatt azt, hogy például amikor megkérdeztük, hogy az egyik ilyen kis eladót, hogy merre van a mellékhelység, nem tudta és nem intézte el annyival, hogy fogalma sincs. Elkezdte a telefonján kiguglizni Google mappon, meg mit tudom én micsodán megkeresni, hogy hol van a környéken buri, tehát látszott rajta, hogy próbál segíteni. Egyébként maga a látképet nagyobb befolyásolja, hogy aki ilyen angol dolgokat vár, az ugyan megkapja, de mindenhol építkeznek, mindenhol toronydaruk vannak, és mindenhol, hát nem felhőkarcolókat, de ilyen nagy toronyházakat építenek. Miután kimászkáltuk magunkat, elindultunk Brightonba, gyakorlatilag levonatoztunk, és megérkeztünk erre a kis tengerparti, ilyen üdülő per művészváros szerűségbe. Ezt utólag néztem meg Wikipédián, az annyit ír, hogy körülbelül 300 ezres kis lélekszám, és ezt azzal sikerült elérni, hogy az ilyen kis utcai zenészeket, előadó művészeket nem adóztatják meg, így ideális célpont számukra ez a kis város. A üdülőváros rész az pedig annyi, hogy fél London elindul lefelé, amint péntek van és mondjuk jó idő, hogy strandoljon egy nagyot. Ennek megfelelően eléggé ilyen üdülőváros feelingje van a dolgoknak, vagy hát legalábbis nagyon nyugodt a légkör, nem stresszes emberek jönnek szembe az utcán, viszonylag kicsi a forgalom, rengeteg sétáló utca van, rengeteg bolt, rengeteg étterem, tehát hogy gyakorlatilag egy ilyen üdülőhely szerűséget kell szerintem elképzelni, de ettől függetlenül rengeteget buszoztunk, hogy be tudjuk járni a egészet, és azt kell, hogy mondjam, hogy legalább olyan sűrűn járnak a buszok, mint mondjuk Pesten, tehát mondjuk egy 10 percnél többet nem igazán kellett várni egyszer sem. És ha már buszok, akkor ez is nagyon más, mint mondjuk itthon. Esetleg kezdjük azzal az apró infóval, hogy a busz az itt az emeletes busz, amelyiknek nincsen emelete, azt csak simán kócsnak hívják, nem is busznak, amiből tud esetleg némi keveredés lenni. Na most, hogy miben különbözik még ezen kívül? Nagyon, hát maga az egész, ahogy működik. Tehát jön a busz, megáll, szépen libasorba elkezdenek felszállni az első ajtón az emberek, köszönnek a sofőrtől, megkérdezik merre megy, vesznek egy jegyet, és igen, ez sokkal több idő, mint mondjuk amit egy pesti megállóban tölt a busz, viszont ettől senki nem stresszes, senki nem ideges, mindenki kedves, aranyos, el van, és senki nem siet sehova. Utána a buszsofőr megvárja, amíg leűz, nem tapos bele a gázba, hogy meghalljál, még akkor sem, hogy fölmész az emeletre. A leszállás az ugyanennyire vicces, nem az van, mint itthon, hogy hú, jön a megálló és jelezni kell, na mondjuk eddig stimmel, mert jelezni kell, de hogy szépen akár az emeleti résznél is ücsörögve megvárod, amíg megáll a megálló a busz, szépen fölállsz, lesétálsz, elköszönsz, lelépsz a járdára és elmész. Na mennyivel más, mint itthon? Hú, itt biztos, hogy agyonvernének, megkéselnének, vagy minimum ellennél küldve az anyádba, ha ezt megpróbálnád. De tudom, hogy ez pici dolog, és nagyon sokat lovagolok rajta, de iszonyatosan nagyon tetszett. Ennyit a buszokról. Hát ami a lényeg, hogy mondjuk az időjárás meg a tengerpart, az szerintem gyönyörű volt, és az időjárás is nagyon szép. Én nem nagyon tapasztaltam meg ezt az angliai, hát amit mondanak, hogy mindig esik meg borús az idő.
Mondjuk egy-két nap itt is volt, amíg be volt borulva, de alapvetően szép napsütéses időnk volt. Azt még hozzá kell tenni, amit meg is erősítettek a itt lakók, hogy hát Brightonban, ha reggel elindulsz, akkor vigyél egy nagy kabátot, egy pólót, egy strandpapucsot, mert nem tudod, hogy milyen lesz délután az időjárás, és ezt meg tudom erősíteni, hogy nem egy olyan nap volt, amikor reggel majdnem megfagyva, felöltözve vacogtam gyakorlatilag, vagy mit tudom én, még délelőtt 10-kor kifújt a szél, úgyhogy majdnem megfagytam a kikötőbe, de délután pedig már lent voltunk a strandon, és egyszer semmibe gyakorlatilag lehetett strandolni. Ha nem fúj a szélt, itt nagyon-nagyon fontos kiemelni, hogyha nem szoktál hozzá, akkor igen komoly szelek vannak. Legalábbis hát ugye tengerpart egyfolytában fúj a szél. Tudom, hogy aki már megszokta és itt lakik, azok váltig állítják, hogy nem, itt szélcsönd van, hát nézd, a falevél sem mozdul. Miközben a háttérben... Ennyit az időjárástól. Mi van még a városban? Hát például rengeteg állat. Minden tele van galambbal, sirálya, macskával, és még lehet találni egy-két rókát is. A legtutibb tipp egyébként, hogyha mondjuk kint lennél Brightonba és elfogyott a pénzed, szállás, meg ilyesmi kéne, akkor öltözzél be galambnak vagy csirálynak, csinálj úgy, mintha elütött volna egy autó, csipogjál panaszosan, és rekordidőn belül meg fog menteni valaki, hazavisz, etet, lesz saját szobád, minden, frankó lesz. És ha már megmentés, akkor ide kívánkozik egy jó pofa kis történet, hogy amikor volt a nagy migráns válság és mi lelkesen építettük a kerítést, akkor természetesen a brightoniak éppen azzal voltak elfoglalva, hogy hogy mentsék meg szegény muszlimokat. Volt, aki a saját házát megosztotta volna velük és várta őket. Hát ebből nem sok minden lett, mert az ideérkező muszlimok körülbelül a földi pokolban érezték magukat, és a nagy részük visítva menekült a helyről, méghozzá azért, mert nem tudták földolgozni, hogy igen, itt a melegpárok kézenfogva sétálnak az utcán, papa éppen mesztelenül biciklizik, van nudista strand, és egyébként a csajok azért tüntetnek, hogy ne kelljen felsőt hordaniuk az utcán. Ebből kifolyólag viszonylag kevés ninját lehet látni az utcán. A ninja egyébként az a arab csaj betekerve a feje, tudod, hogy csak a szeme látszik ki. Ebből adódik talán az is, hogy a közbiztonság az elég jó. Vagy legalábbis én nem aggódtam magamat halálra, hogy valami bajom fog történni. Teljesen rendezettek az utcák, amikor mászkáltunk, meg hát fel sem merült az, hogy most mit tudom én, valaki kötekedni akar. Illetve akiknél laktam, hát ott sem aggódtuk magunkat hülyére, hogy zárva legyen az ajtó. És mégsem raboltak ki minket. Illetve pont amikor ott voltam, jött egy ilyen festő srác, illetve hát inkább ember, nem volt már annyira fiatal, aki csinálgatta a háznak a két oldalát kívülről, hogy szép színes legyen, mint a többi. És hogyha úgy alakult, akkor simán ott lett hagyva a fickó, hogy csinálja a festést, mert mi, mit tudom én, lent voltunk a strandon, nem volt otthon senki, és ebből se lett probléma. Úgyhogy ez a része is igen kellemesnek tűnt. Illetve ha már kellemes dolgok, akkor volt egy angol lord, akinek megtetszett a Taj Mahal, és hát nagyjából így fölépítette, hát jó, nyilván sokkal kisebb, és nem akkora stb., de hogy azért így egy kicsit nyitette mását itt a városba, hogy ide hordja a csajokat. Na most, hát elég csajozós, az biztos. Viszont a fickónak rá is ment a teljes vagyona, és teljesen csődbe ment a végére. Egy szó, mint száz, én mindenkinek nagyon tudom ajánlani, hogyha egy chilles, tengerparti, nyaralós, kikapcsolódós helyet keres, ami nincsen túl zsúfolva, kedvesek az emberek, és hát el lehet tölteni az időt. Az biztos, hogy nagyon gyorsan eltelt az az egy hét, amíg én ott voltam. Így visszanézve pedig sűrűek voltak a napok, rengeteg helyre mentünk, de hát igazániból pikpakkel repült ez az idő.
remélem sikerült így összefoglalni, hogy milyen volt ez az utazás. Talán sikerült valakinek kedvet is csinálni egy ilyen úthoz. A végére még annyit szeretnék, így miután megérkeztem Budapestre, rögtön volt egy elég komoly benyomásom, hogy basszus, megjöttem. Ez pedig abból adódik, hogy aki nem tudná, ez úgy néz ki, hogy a budapesti reptérről 1500 forintért hoz be gyakorlatilag egy ilyen extra busz, hogyha valaki nem BKV-val, taxival vagy egyébbel akarna ugye utazni. Nem is ez a lényeg, csak ezt tudni kell ahhoz a kis történethez, amit elmondtam. Hát leszálltunk a repülővel, keresztül bumniztam a reptéren, egyébként pikpak kijutottam, és az első gyakorlatilag magyar mondat, amit hallottam, a következő volt, két fickó beszélgetett BKV-s cuccba, vagy BKK-s, vagy mit tudom, mindegy ebből a cuccba. Mondjuk azt, hogy 2000, és nem tudunk visszaadni. Csak akkor éreztem, hogy jó, hát, na, ez a különbség, mondjuk Anglia, meg Magyarország között. Na, remélem tetszett ez a kis vlog. Amennyiben tetszett, nyugodtan dobj egy lájkot, ha nem tetszett, akkor nyugodtan diszlájkold. Mala voltam, sziasztok!